Tisztelettel köszöntöm ősi szállásom, az aranykopjások fővezérségi szállásán. Az öregisten jó szelleme, akarása hozta el, és ezért most én ennek megtiszteléseként egy áldós füstölőt gyújtok el, és fohászt mondok. Lelket izgatottsága hozta el, és én fohászkodom az őstevőhöz, hogy az ártó ármány, a körböz, a csoma, az astak soha meg ne találja, bármerre jár, az ősisten oltalmazása legyen önnel. Az őrző Tokma Karol Tátos, aki ma szól ősi ügyben, elmondja minden jóra való magyarnak, bárhol él a hazában. Tudja meg, őseim ős eleje, Karavulkán, aki az őrvonalak kánya volt. Nagyon régi időben, még őseink és a karavulok Belső-Ázsiában, Ujgúriában, a Turfán medencében, a Lopnor vidékén éltek. Karavulkán volt az őrvonalak kánya, aki az őrvonalak mentén őrtornyokat épített, és mivel nagyszerűen készítette el azokat, Wu Ti császár. Időszámítás előtt 146-ban megjutalmazta egy ősi köntössel, mert Karavulkánnak testvére Tatrang volt a főtáltos. Annak maradékát ma is őrizzük. Abban az időben az őrtornyokról, az őrvonalak mentén a híradást, az éjszakai ügyelést szolgálták. A táltos vonal a karauloknak, tehát ebből az ősi időből ered. Ehhez hűségesen ragaszkodtunk, mert Tatrangnak és Karaulnak családjából származik Dzserep, a tüskehajú, a leghűségesebb kopjás, az aranykopjás. Az ősi történet ebbe az időbe megy vissza, és őseink, amíg lehetett, írták a dolgokat, de szóról szóra, szájról szájra, nemzedékről nemzedékre, tehát örökítették át azoknak, akik erre, tehát alkalmasak voltak, benne volt a készség, hogy ezt az ügyet tisztán, teljes egészében tudja szolgálni. Az ősi időben nem csak táltosok voltak, voltak sámánok, a sámánok között voltak regős sámánok, gyógyító sámánok, aztán voltak réülő sámánok, voltak csatabűvölők, a garaboncok, voltak a baksák, a tanulók. Tehát ez egy ősi szertartás, illetve világnézeti, vallási rendnek a felépülése. A karaulok táltosa az őrző. Őrzi az ősi ismeretet, tudást, az ősi kultúrának mindazon ténykedését, dolgát, amit az őseink meghagytak. Tehát én az őrző táltos vagyok. Nekem az a kötelességem, hogy ezt hűséggel, becsülettel megőrizzem, meg is őriztem, ennek szellemében élek, nem hírnévért, nem pénzért, nem elismerésért. Ezt hagyták meg az őseim. Ennek a szellemébe választotta ki engemet 1948. június 21-én. A dédmamám kercseligeti szép Tóth Rózsa, az utolsó asszonytáltos, aki gyógyító kám is volt. 103 esztendős volt, amikor 1953. szeptember 23-án, amikor feljött a vacsoracsillag, akkor ment el a hosszú útra. De most is ugye rám, és figyelj onnan fentről, hogy hűséggel, becsülettel azt teszem,
amire tanítottak, és amit örökül meghagytak. Teszem hűséggel, becsülettel, és tudom, hogy a nemzet tisztelete az lesz nékem a nagy jutalom. Ennél nagyobb jutalom, elismerés nem lehet, mert én lehetek az őrző tokmag karaultáltos. Rám bízták az ősi ismeretek tudását, őrzését, és én nagyon boldogan és büszkén teszek ennek eleget. S az égi tűznek földimása, az áldós Isten lobog, s arról gyújtva tüzet, értetek, büszke magyarok. Az aranykopjás az ősidőtől az őrző. A karaul aranykopjás az éjszakai őrző. Mikor mindenki nyugovóra tér tiszta lélekkel, hát ott vannak a hajlékai, hajlékában az életének, kezemunkájának javai, kinn a jószágok, ahol ilyen lehetőség van, hát arra ügyelni kell. Kinek kell a legjobban ügyelni? Az éjszakai őrzőnek, az őrvártán, mert a hamis ember, az ármánykodás, a becstelenség az éj leple alatt lopakodik. A tengri, az éjszaka világ ura le akarja győzni a teremtő napisten fényét, de az őstevő... Nagyon sok helyen az van, hogy tehát ez az ősi hagyományőrzésnek a dolgai, megnyilvánulásai, üzleti vállalkozás. De jószerivel vannak, és szerte a hazában, a határon túl is, naponta gyúlnak az őrvártákon szertüzek. No, nem olyanok, mint a tokmag karaultáltosé, mert az kicsi korától kezdve tanították arra, hogy mit, hogyan kell. De a tiszta lelekkel gyújtott tűz, az az égi tűznek földimása. Fohászkodás, és az ősiségről beszélnek. És igyekeznek mindenhol az ősi dolgokat megismerni, mert az elfelejtettet, a kiirtottat újra meg kell tanulni. És az én ősi tudásomat, ismereteimet, ahova hívnak a táltosként, oda elmegyek, és ott nagy tisztelettel és szeretettel tudásomat, ismeretemet átadom. Homlokomról fájdalmat, a bánatot eltörlöm. Őseink a nagyon régi időben a buránkán, a homokvihar és a szamó, ami minden életet, ami szintén egy homokvihar, de egy nagyon finom szemcsély, olyan finom és olyan fehér színű, mint a hó, mint a liszt. Ez a Turfán medencéből elindul és elmegy egész a sárga tenger partjáig, mind a mai napig. Elpusztítja az életet, elpusztítja a forrásokat, az erdőket, a legelőket. És ennek a természeti katasztrófának a következtében Belső Ázsiából elindultak hatalmas nemzetcsaládok, nemzetségek napnyugat felé, amerre voltak a folyók, és voltak ligetek, és voltak legelők. Tehát ez a nagy népvándorlásnak a valóságos történeti oka. Tehát egy hatalmas, iszonyú földünket, tehát körbe járva a természeti katasztrófa, az elsivatagosodás. Ez indította, aminek következtében természetszerű, hogy testvérháborúk is történtek, mert aki vízhez jutott, aki legelőhöz, aki a lombos erdőkben, nyiresekbe el tudott jutni, az életben maradt, akár kán volt, akár egyszerű ember. Tehát ez ugye indította el az öldöklő testvérháborút. Mert embereknek a százezrei, jószágoknak a százezrei pusztultak el, és mind a mai napig ugyanez. Erről nem csak regélni tud a táltos, de ott van a 3500 homokba temetett város a Karatengertől egész a Lopnorig. A szertartások alkalmával nagyon sokszor megfigyeltem és megtapasztalom. A legegyszerűbb embertől a magasan képzett emberig. Az ország keleti, déli, nyugati, minden.